Képeslapokban, fegyverekben, kitűzőkben, szappan és kindertojás játékokból összeállított gyűjteményekben is gyönyörködhettek, akik ellátogattak az első alkalommal megrendezett Kárpát-medencei gyűjtők találkozójára szombaton a lakiteleki Hungarikum Ligetbe. Lezsák Sándor, a Népfőiskola Alapítvány elnöke kezdeményezte, hogy a játék szenvedéllyel bírókat próbáljuk meg összegyűjteni, és ezek között ugye nagyon sokféle játék között, meg a szenvedélyek között kiemelkedő és nagyon fontosnak tűnt már akkor a gyűjtői szenvedély. És ugye a társszervezőnkkel, Molnár Gyula bácsival közösen, akinek nagy gyakorlata és kapcsolati rendszere van itt a szervezők kapcsán, vagy gyűjtő kapcsán, ő segítségével, iránymutatásával összeállítottunk egy címlistát, illetve ugye az egyértelmű volt már az elején a szervezéskor, hogy egy vegyes gyűjtői kört szeretnénk mi itt vendégül látni, tehát mindenféle gyűjtői szenvedélynek hódoló embert meghívtunk, kerestünk. Hagyományteremtő szándékkal indították útjára a rendezvényt, hiszen a cél az, hogy a gyűjtemények ne csak a gyűjtők otthonában porosodjanak, hanem azokat a nagy közönség is megismerhesse. Itt a képeslapoktól kezdve a régi könyvekig, az érmékig, fegyverek, jelvények, kitüntetések, szappangyűjtemények találhatóak, szalvétagyűjtemények, órák, akkor régi kindertojásból való játékok, több évtizedes. Itt mellettünk látható egy társasjáték gyűjtemény. Ez a Német Minősítő Intézettel minden évben megválasztott legjobb társasjátékoknak a gyűjteménye, tehát nem akármilyen játékok vannak ebbe a gyűjteménybe. Itt is a 80-as évektől napjainkig az összes éves nyertes társasjáték megtalálható. Nagyon széles, nagyon jó lett, és viszonylag jó is lett a fogadtatása, az érdeklődők, a nézők is jöttek, böngésztek, vásároltak, úgyhogy mindenki jól érezte magát, a kicsiktől a nagyokig. Nekünk az a célunk, hogy itt a Hungarikum Liget területén egy olyan biztos pontot nyújtsunk a számukra, ahol évről évre el tudnak jönni, és be tudják mutatni a gyűjteményüket, mert az a gyűjtemény akkor ér valamit, hogyha azt be is tudják mutatni, nem csak otthon a polcokba vagy fiókokba őrzik. Tehát itt meg tudják mutatni a széles publikumnak, meg tudják mutatni egymásnak, hogy mit találtak, mit gyűjtöttek az utóbbi időkben. A kiállítók bármilyen gyűjtői területről elhozhatták féltve őrzett tárgyaikat, így a megszokott gyűjtemények mellett az érdeklődők olyan nem mindennapi kollekciókkal is találkozhattak, mint a szappan különlegességek. Elmondom őszintén, én gyerekkoromban a mamáméknál ilyen kékvörös szappannal fülöttünk, ugye hát akkor talán az volt a legolcsóbb, én arra gondolok. És annyira megmaradt az illata, meg annyira megszerettem, hogy kint voltunk a piacon, és megláttam egy olyan szappant. És mondtam a feleségemnek, hogy azt meg kell venni, mert az egy nagyon értékes számomra. És akkor megvettük az első kékvöröst, utána nem tudom, hogy jött a többi. Van olyan szappan, ami 300 forint vagy 500 forint, ez attól függ, hogy gyűjtőtől veszi az ember, vagy a mamának a szekrényéből kivettem, és akkor nem kell. Tehát ez változó. Most nem is tudom, melyik szappan, amit láttam fönt, 10.000 forint. Tehát egyébként meg rá van írva, hogy 2 forint 30 fillér volt. Az első Kárpát-medence gyűjtők találkozójának talán legértékesebb darabja az a 18. századi magyar nyelvű könyv volt, amelynek értéke 600 és 1000 euró közé tehető. Pászmány Péter ugye ez 1766-ban került kiadásra. Ez magyar nyelvű. És úgy gondolom, hogy elég ritkaság számba sorolható, és amint látja, szükség volt némi restaurálásra is, de egyébként úgy minősíteném, mint gyűjtői darabot. A hagyományteremtő szándék a szombati rendezvény sikere után garantált. A következő találkozóra a Hungarikum Liget területén található hamarosan átadásra kerülő Kárpátia rendezvényházban kerül sor október 14-én.